július 10-e van, karintiai Döbriák nevezetű településen, vagy valami ilyesmi, oda van írva. Döbriák, igen, hát nem tudom megjegyezni, pedig most már itt vagyunk egy pár napja. Gyönyörű hely volt a Nistetterzé partján, és itt akkor büfék vannak, strand, kemping, teljes nyári élet. És mi meg hát most nem strandolunk, hanem csomagos kerékpárokkal indulunk Olaszországba, Itáliába, a Dolomitokba. Úgyhogy nagy nehezen összepakoltunk, ez már egy külön kaland volt, mert este kellett volna pakolni, de hát este ugye a tegnapi túrától fáradtan is. És hát igazából eldumáltuk az időt, szóval hát nincs mit szépíteni, hogy fáradtak voltunk-e vagy nem. Hát tegnap nem sikerült a pakolás, úgyhogy gondoltuk majd reggel. Reggel elkezdtünk pakolni, de hát mire mindent összecuccoltunk, és még most sem vagyunk teljesen készek, hát ugye fel kell készíteni a bringákat a nagyon nehéz csomagokra. Minden esetre most lassan már 11 óra lesz, és akkor most megyünk Villach fele, ha minden igaz, és átmegyünk Olaszországba, aztán Szlovénia, Kranjska Gora lesz a mai úti cél. Ha csak nem változtatjuk meg, mert ez a terv már itt az utóbbi napokban volt itt minden. Ausztriai szállás, szlovéniai szállás, hol ez, hol az, de hát ez lesz ma az első csomagos napunk. Hát ugye cél a Dolomitok, a gyönyörű szikás hegyvidék, és remélem, hogy az időjárás velünk lesz, mert itt most megint bejön egy ilyen nedvesebb délután esővel, viharokkal, remélem, hogy ebből nem kapunk semmit. Sikerült a csomagolás? Jó van. Bujócskáznak. Fészek alja kacsahad. Meglógott a mamától. A mama ott hívja őket a híd túloldalán. De ezek ide jöttek. Legelnek? Vagy mit csinálnak? Csipegetik a füvet. Na, talán most egyik-másiknak eszébe jut, hogy ez így nem lesz jó. Az első pedálcsapások megtörténtek, imbolyognak a biciklik veszettül, hát majd összerázódik a cucc, és majd megtanuljuk, hogy most már nincs szultáni sátor és kísérő autó, úgyhogy mindent vinnünk kell, semmit nem hagyhatunk a kempingbe. Tehát ügyesen kell majd pakolni, csomagolni, kicsomagolni, becsomagolni, és egyébként ez a legnehezebb az egészben. Még az a legénység, legelől megy Attila, Sumi, aztán Steni, Ildikó, és én pedig Tomi. Négyen megyünk. Tegnap ebből az irányból érkeztünk meg Sumival, Bátlenkirchen felől és a Nockamstrasse felől. Szép útvonal volt. Döntő többségében lejtő volt, azért volt benne egy jó kis emelkedő. Helyenként volt bringa út, helyenként nem volt bringa út, helyenként jó volt az út, helyenként kevésbé. Éppen most egy murvás bicikli úton megyünk. Tegnap ilyet nem tapasztaltunk, mert tegnap főként az országúton jöttünk. De hát úgy látom, a túloldalt is van valami bringa út, aminek ott éppen vége van. Karintia, mindenki tudja, hogy Ausztria legdélebb, már-már mediterrán tartománya. Ez persze szerintem nem igaz, akkor lenne mediterrán, ha lenne tengere. Na igen, Ausztria hibátlan ország lenne, ha lenne tengere. Azért így is szerintem eléggé közelít a 100 ponthoz. Hát ugye rengeteg tó van, gletszervájta tavak. Itt, ahol most mi voltunk, ez is egy ilyen.
És jönnek ide szép számmal üdülni, strandolni, Ausztriából is, külföldről is, rengeteg német van, nagyon sok nyugdíjas német, és bizony aktívak. Még egy fontos dolog, nagyon kedves magyar házaspár segített nekünk a becsekkolásnál, meg sok mindenbe eligazodni, itt a kempingbe. Itt élnek kint, és azt mondták, ide járnak Ausztriába nyaralni, mert ez itt nagyon jó nekik. És nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy köszönjük ezúton is neki a segítséget. Feldámzéfen fogunk menni. Feldámzé belvárosa, mintha egy kis üdülőfalu lenne. Most már átjöttünk a vízválasztón. Micsoda főtér! Igen, valahonnan onnan a magaslatról. Megálltunk egy pillanatra Feldámzében, mert ez nagyon szép kis település, itt a hatalmas hegylábánál. Virágok, mindenféle színpompás. Én nem tudom, mi lehet, ez valami szegfű fajta. Ez nem szegfű, ez valami rózsafajta. Hát nagyon reméljük, hogy innentől gurulunk. Legalábbis egy jó darabig. Úgy néz ki, hogy ott fönn a hegytető már kezd párásodni. És talán összeállnak a felhők is. Na nem baj, hát majd meglátjuk, mi lesz. Pihenő. Az evangélikus, mi az? Egyháznak a irodája. Na hát ennek már van egyfajta mediterrán hatása. És itt ismertető táblák, ugye, kerékpárosoknak, Bátlenkirchen feletti túraútvonalak, és itt a két tó, a Feldzé és az Afritzerzé. Itt fogunk elmenni mellette. Itt pedig már a szálloda és üdülő negyed. És feltűnik a tó is. Teniszpályák. Ez gondolom valami étterem vagy a teniszpályához tartozó kiszolgáló egység, ami persze a szálloda része. Szóljatok, ha akarjátok, hogy strandoljak. Hát, én bárhol, bármikor szívesen. De hát haladnunk kell. És Karintia újabb gyöngyszeme. Hát itt elég nagy a nyugalom. Nem topzódnak a strandolók. Ez a rész itt teljesen nyugis. Ott zajlik az üdülő élet. A tó felső sarkában.
meredek hegyek vannak itt mindkét oldalt, és nem ez az egyetlen vízfolyás. Egy kis pihenőpark a kertek között, itt a völgybe. Brunner, na akkor ebből iszunk. Jó hideg. Homokozó játékok is vannak a gyerekeknek. Lehet pihenni, és talán még, ha én ide fölállok, akkor a tavat is fogom látni. Igen, látni a tavat a homokozóból. Következik az Afritzerzé, a gyönyörű völgyben. Ez a rész itt szinte érintetlennek tűnik. Lezárt terület, de más bakancsos turisták is bejöttek. Úgyhogy én is megnézem innen a tavat, mert innen jobban belátni. Na de legalább itt le tudtunk jönni a tópartra. És itt a lezárás. Oda megyek vissza, és többiek már ott vannak. Pihenünk. Tóparti pihenőhely. Megálltunk egy kicsit. Ugyan picit katasztrófa sújtotta a terület, mert valami árvíz volt itt. Le is van zárva ez a buszmegálló, de pont az Afritzerzé sarkán vagyunk. És padok is vannak, úgyhogy megállunk itt egy picit. Tartunk egy kis ebédszünetet. Egy hosszabb pihenő után az Afritzerzé mellett megyünk. Itt most nincs bringa út, itt csak murvás sétány van. Azt nem veszük igénybe itt csomagokkal. A tó végén strand, üdülőtelep. Mert különben ez a rész itt lakatlan, ahol mi megyünk. Viszont van ez a sétaút. Lehet itt túrázgatni. Még egy érdekesség, hogy Németországban és Ausztriában, és régen Magyarországon is ilyen formájú busztáblák voltak. Sajnos Magyarországon bevezették a szögletes táblát. Ez kellemes hely lehet. Afritz am Seeben vagyunk. Ez egy szép régi ház. Kicsit beszűkül a völgy, és lejöttünk inkább a kerékpárútra, mert a teherautók már dudáltak nekünk.
egyébként ezen az úton nincs nagy forgalom, de így bolyogva jönnek néha, és sok teherautó van, inkább úgy mondanám munkagépek, mert az út különböző pontjait, szakaszait tartják karban. Na hát itt aztán tényleg összeszűkül a völgy, és micsoda fenyvesek borítják a hegyoldalt. Stop, stop! Ez le van zárva. Ahogy közeledünk Villach fele, egyre nagyobb a forgalom. És egyébként itt balkézre a hegyek mögött a Gerlizán csúcsa, most éppen nem látszódik. A Kanzelbahn felvonó visz oda föl, de föl is lehet egyébként tekerni a csúcsra, vagy legalábbis a csúcs aljáig, és onnan előszeretettel startolnak a paplanernyősök. Például ott is van egy most, az erdő fölött. Előttünk jobb kézre már egyre jelentősebb, sziklásabb csúcsok meredeznek. Mai útirányunk arra fele vezet, és ott van egy még izgalmasabb sziklás hegy. Hát előttünk már Villach vára, és lassan itt kezdődik az Ossiaherzé. Villach külvárosában tapossuk a pedálokat, jó meleg van, de én azt hiszem, hogy most otthon Magyarországon még inkább meleg van. Na, hogy ez ilyen rossz lett volna régen. Jó. Nem jártunk az autóton. Lehol van. Nem. Lehol van. Most megyünk át az autópálya alatt. És itt a zuhatag. Két folyó folyik majd itt össze. Az egyiknek szép tiszta vize van, a másik az olyan üledéke. Barnás. Itt folyik össze a két folyó. Itt látható a különbség. Hát itt már kiderült, hogy ez a Drávához tartozó valamilyenféle üzemvízcsatorna. Megálltunk egyet navigálni, és előttünk a Mittagskogel, a karavankák legmagasabb csúcsa, ez a szép sziklás. Valamint egy vendégkád, és várjuk, hogy feltöltsék vízzel. Igen, itt fogok wellnessezni. De én most egy sörnek jobban örülnék. Igen. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Valahogy én is támogatom az ötletet. Nem látunk automata? Az nagyon jó, az még jobb lenne az automata. Minden esetre itt bele lehet bonyolódni a bicikli utakba. De úgy látom, hogy csak sikerül feljutni a Dráva hídra. És itt a Dráva. Itt a híd után ki is jutottunk a városból, de gyanítom, hogy ez még azért nem ennyi lesz. Közre szembe a Mangart csúcsa tűnik fel, Júliai Alpok egyik gyönyörű hegye. Bal kézre a Gály folyó. Itt nem messze, Villachnál folyik bele a Drávába.
ezt is csak Stenitől tudjuk. Úgyhogy az ilyen elnevezések, hogy Dobrács, Mittagskogel, Mangárt, Triglav, stb. Ezeket ő már mind látta közelebbről is, úgyhogy hagyatkozzunk csak rá. Rendes, nyugodt, messze van a gépjármű forgalomtól. Itt van mellettünk a Gály folyó. És szembe a hegyek, amik várnak ránk. Hát azért lesz itt egy hágó, amin át tudunk kelni majd Olaszország fele. Megálltunk egy pillanatra, hogy a Gály folyót itt megtekintsük, ahol ilyen zuhatagos része van. Természetesen kedves osztrák család gyerekekkel itt pancsolgat. Itt a 30 fokba lehűlni picit a hűs habokba. Természetesen nem úszkálunk, de azért be lehet lenni bokáig a vízbe. Az igaz, hogy a part tele van hangyákkal, amik csípnek. A kövek csúsznak és szúrják az ember lábát. Hosszú szőrű barátaink itt legelnek. Ezen a hídon fogunk átmenni, az Alpokat Adria kerékpárúton. És aztán jönnek az emelkedők. Hát ezeket a hegyeket valahol azért meg kell haladni. Talán ebbe az irányba. Én csak megmerem satszolni, hogy az a csúcs ott fönn, az Arnold Steinhead csúcs, ahol sípályák is vannak, és valahol az a szlovén-osztrák-olasz hármas határ. Itt parkoltunk a bezárt kis sörözőnél, és ettünk egy kicsit. Pedig itt olyan jót sörözhettünk volna, de sajnos ez most zárva van hétfőn kedden. Itt megy fölöttünk az autópálya, de oda nem megyünk föl, bár gyorsabban ott lennénk, hanem itt a régi romantikus út mentén tekergünk,
Olaszország fele. Itt már ki van írva, hogy Udine. Jobbra mutatja a tábla, hogy Hermagor fele lehet menni. A Nassfeldpass irányába. Karnische Region. Karniai Alpok. Tehát itt még el lehetne menni az osztrák oldalon. Karniai Alpok osztrák oldalán. Vagy a Karni Alpok osztrák oldalán. De mi az olasz oldalát célozzuk meg. És ott szemben már azért látszódnak olyan hegyek, amikbe mi nagyon vágyunk már régóta. Persze az osztrák hegyekbe is vágytunk. Ott meg látható, hát nagyon szép volt a rövid karintiai szakasz. Nokamstrasse, meg utána a tavak mentén mai nap. Ezt a virágot nézzétek! Gyönyörű! Most már nem süt ide a nap, de remélem azért így is látszik, hogy micsoda pompás virágmező, csak így itt az útszélén. Hát ilyen alpesi módra, hát egyszerűen gyönyörű, szép. Visszakézből még a Dobrácsban gyönyörködhetünk. Tarvízió még 7 km. És van itt egy csorgókút. Steni már meg is állt. Úgyhogy akkor mi is csatlakozunk hozzá vizet tölteni. Trinkwasser. Töltünk magunknak. Igen, én figyeltem ott fönt a torony, a Dobrács. Már sokszor megmutattam menetből. És Ildikó szerint van ott fönn egy kápolna, mert ő volt ott fönn. Ő volt az egyedül, aki fölmerészkedett a kápolnáig. Hát, én ránagyítok. Tényleg van ott valami keresztféle. Most már nagyon várjuk, hogy legalább az olasz határt elérjük, mert még onnan is 11 néhány kilométer szlovéniai Kranjska Gora. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon meredek lenne, csak már mai 30 fokos tekerésben ez. Jól esik ez az árnyék minden esetre. Búcsúzunk Karintiától. Előttünk a határállomás, az egykori határállomás. Ugyan nem illik határállomáson filmezni, de egy villanást azért mutatunk. Buonasera, Italia! És most jön az emelkedő. Nem? Nem jön? 15%? Tenni tud be egy jobb utat, ahol azt a meredeket kihagyjuk. Innen talán már lejtős az út, vagy legalábbis nem emelkedik. És legalábbis csak Tarvízióig, mert utána jön még egy kis fekete leves. De hát ez most már mindegy. Azt jelenti, hogy... Mit jelez? Emelkedik most rendjén, azt már lesz egy kevésebb. Aha. Hát a franszkóra hát, nem baj. A tévénézőket ne zaklassuk föl most már ilyen dolgokkal. Nézzünk itt a két ház között, az ott már valami.
és itt pedig a Mángár nyereg magasodik fölöttünk, vagyis hát a Mángár csúcs és a csodálatos nyereg, ahova föl lehet tekerni kerékpárral is. Ja, amikor ide jöttetek. Hát igen, ha ezt valaki látja, akkor kedvet kap hozzá. Az más kérdés, hogy milyen emelkedők vannak. Hát, akkor ugye úgy mentünk, hogy honnan Leszkagórából, ezen a Nyilenyúni vasútvonalon lementünk, nem mentünk el. Ugovicra? Annál fognál viszont, nem tudom. San Leopoldo, igen. Ja. És akkor onnan vissza, mert akkor csak egy ilyen fél napunk volt. Mert aznap már indultunk is haza. És akkor azt mondta Isteni, hogy jó, szépek ezek a hegyek, de neki elég innen alul volt csodálni. Akkor még ezt mondta. Igen. Neki ilyennek kell lennie. Aztán lehet, hogy nem végig ilyen. Tehát most már a vasútvonalon haladunk. A régi vasútállomás. És fönt pedig még a monarchia idejében épült kolónia épületek. És ott fönn a Monte Lussari, igaz? Ott voltak Steniek pár hete. Tisztelegve a Giro előtt. Kegyetlen oda fölmenni. Ők fölmentek. Itt most elfordulunk Szlovénia fele. És ha valaki tudja, hogy miért Millenniumi vasútvonal, azt kérem írja meg, mert mi nem tudjuk. Tehát most már Itáliában vagyunk, Friuli, Venécia, Giulia régióban. És ez az útvonal a Alpok-Adria kerékpáros útvonal, ami eredetileg Salzburgból jön, érinti Villachot, Tarvisio és le Gradóba a tengerpartra. Az egyik legnépszerűbb európai kerékpáros túraútvonal. Nyáron rengetegen mennek erre. Ugyan most mi nem sok turistával találkoztunk, de talán ez a legnépszerűbb és legszebb része, innentől Tarvisiótól lefele. Mindenféle vasúti hidakon, alagutakon, gyönyörű völgyekben fogunk majd menni, de ez már a holnapi nap programja. Most még el kell mennünk Szlovéniába, egy kis hegymászás, itt erre a Júliai Alpok fele, látszódnak a gyönyörű sziklák, arra megyünk. Kranjska Górába. Szlovénia felé vettük az irányt. De még itt lekukucskálunk a hidakról. És visszaszúrdok fölött vagyunk. Hát ez folyik nap, Redintótól. Aha. Ott jöttünk a túlparton. Aha, itt pedig lent a szurdok. És ha Ausztria fele fordulunk, akkor a Dobrács látszódik, és a gomolygó felhők. Lent az autópálya látható.
akkor itt fölöttünk még egy út megyünk. Aha. Tehát van még egy út, nyugodjunk meg. Itt négy szintben, négy különböző pálya metszi egymást. Hát az olaszok nagy építészek, úgyhogy ezt ők kitalálják. Emelkedik egyfolytában, csak az emelkedés szöge fog változni. Különben elmondható, hogy az út hibátlan minőségű. Tökéletes. Szépen felfestve, még szürkületben is jól látszik. Talán hóban nem annyira. Az nem. Újabb hídnál álltunk meg. Hát itt van a kilátás mindig a hidaknál. És ez a Száva egyik mellékága, és valahol itt van a forrásvidék. Ezt természetesen Steni mondta el nekünk az előbb. Innentől akkor lejtő következik. De azért holnap ugyanerre jövünk vissza. És akkor emelkedünk. Akkor emelkedik. Kicsit lassítanunk kell, mert átértünk Szlovéniába. Itt a régi határ. És itt a régi 1947-es, gondolom Republic d'Italia, vagy ilyesmi. És akkor egy jó nagy bicikli utal arra, hogy ez bizony egy jó kis kerékpáros útvonal, ami régen vasútvonal volt. A mai harmadik országunk Szlovénia. Első méterek Szlovéniába. A táj az tulajdonképpen ugyanolyan, mint az olasz, de már itt a Kranjska Górai sífelvonók közül egy látható is. Van itt több is. És hát a völgy szélesebb lett, és jobban belátható. Mellettünk az országút már Jeszenice fele tart. Jó, menjünk. Jó, jó. De erre. Aha.